augusztus 20-án, Szent István államalapításának ünnepén szinte már hagyományként rendezik meg az Almádi kupát. A mezőny, mint mindig, ezúttal is a nagy hagyományokkal bíró kecses 30-as cirkálókból állt. A flotta ezúttal egy újabb hajóval, a Kékmadárral bővült, további újdonság volt, hogy a 30-asok ezúttal egy veterán hajók számára rendezett versenyen is részt vettek, ráadásul az idő is tökéletes volt. Három különböző versenyre van kiírva a 30-asoknak ez a kupája. Az első nap gyönyörű déli szélben két pályaversenyt futottunk. 4-es, 5-ös, 6-os déli szélben, ahol nagyon szép verseny volt. Ritkán van a Balatonon ilyen szép idő, vitorlásportra kifejezetten alkalmas és jó szélviszony. A második futam hasonló körülmények között volt, ott személyemben feleslegessé váltam, mert a 30-asok átmentek a tabu túraversenyére, és a túraversennyel, a tabuval, tabu kupával, tehát ez az oldtimer hajóknak a versenye, azzal mentek a 30-asok, hiszen ők oda tartoznak, ez egy nagyon régi, most már 60, több mint 60 éves konstrukció a 30-as Scherenkreuzer. A veterán hajók balatonaligai találkozója után a 30-as cirkálók mezőnye visszatért Balatonalmádiba, hogy részt vegyenek a harmadik verseny nap páros futamain. A meteorológia vihart várt, itt szélcsend volt, és bizonytalan voltam, hogy az a kis déli szél följön, vagy nem jön, aztán nyugatira fordult, akkor nem jött. Ez volt az a bizonytalanság, hogy a parton vártunk, már volt, aki kijött, volt, aki nem. Aztán az igazság az, hogy én északi erős szelet vártam mára, olyan, mint a kék szallagon jött be, de nem az jött, hanem még megmaradt a tegnapi déli szél, és úgy látszik ez a front adott nekünk még időt, hogy ebbe a déli kicsit gyöngébb, mint a tegnapi, meg tegnap előtti szélben a páros csináljuk, ami tulajdonképpen nekem nagyon jó is, mert párost rendezni elég nehéz, annak nagyon kemény feltételei vannak, a 30-asok azt észszerűen egyszerűsítették, tehát nincsen zsűrihajó, ami követi a versenyzőket, 6 párnál vagy 7 párnál nem is lehetne követni, hát nagyon sok motoros kellene. De így egyszerűsítve csináljuk a páros versenyt, és eljutottunk most már a döntőkig. 11. verseny volt, és most már elértük azt, hogy gyakorlatilag minden hajó, amelyik él és mozog, eljön. 1-2 hiányzott, akik esetleg nem tudtak valamiért eljönni, de most már úgy szeretik a hajók ezt a versenyt, hogy aki tud, az részt vesz, és ennek nagyon örülünk. 15 hajó vett részt, gyakorlatilag majdnem annyi, mint a bajnokságon. Hála Istennek idén volt szél, minden futamot meg tudtunk rendezni, pályát, túrát, páros versenyt. Nagyon jó szélben, nagyon kellemes volt az egész verseny. Azon gondolkodunk, hogy jövőre, hiszen ilyen szerencsénk nem lesz mindig, hogy 3 napig egyfolytában fúj a szél, és ilyen jó szél, hogy esetleg 4 naposra bővítjük, ezt persze a többieknek is hát meg kell szavazni, és akkor biztos, hogy meg tudjuk rendezni a versenyeket. A Kékmadár gyakorlatilag meg is nyerte a versenyt, nagyon szépen versenyeztek, annak ellenére, ugye, hogy nem is a Vosola Gyuri vitte, hanem a Stubics János, aki azért legalábbis az én korombeliek nagyon jól emlékeznek rá, hogy ő Finnben azért elég menő versenyző volt, és úgy látszik nem felejt. 70 éves múltam. Nagyon régen mentem a Hárpiával, 73-ban a Farkas Laci bácsi mögött 2 ponttal második lehetünk. Aztán még mentem Kékszalagon a Tus Miklóssal, Izsák Szabolcssal, a Hárpiával. Milyen vinni a két padarat? Csodálatos, jó hajó, szép hajó. Ez egy mázli volt, hogy a Vosola György kiment az olimpiára, és én kaptam meg a kormányt nagy veszekedések árán.